A Bartalis testvérek tábort hirdettek a jégkorongozóknak. A Bartalis Brothers elnevezésű táborban különleges lehetőséget kínáltak a fiatal magyar hokisoknak. Egy svéd módszerre alapuló, fejlesztő tábort szerveztek Győrben a vadonatúj Nemag Hoki komplexumban. Céljuk az volt, hogy olyan lehetőségeket biztosítsanak a fejlődni vágyóknak, amilyenek Svédországban például nagyon sok gyereknek minden nap megadatnak. A háttérben az első Baby Skills tábor zajlik éppen, amit ezen a néven most szervezünk meg először. Istinek a bátyámnak ugye volt már egy saját megnézési tábora 2015-ben, de ilyen volumenű és ilyen szervezői háttérrel most szervezzük először ezt a tábort, ezt a készségfejlesztő jégkorong tábort. A figyelemre méltó szakmai pályafutást építgető Balázs azt mondja, a táborba minden 1999 és 2009 között született játékos jelentkezhetett. A legfiatalabb játékosunk a 2009-es, a legidősebb pedig 98-as születésű. Az első 5 napban, a következő turnus, a második 5 napban lesznek felnőtt játékosaink is, akik amatőr szinten hokiznak. Ez egy újfajta indítatás, ami egy kedves barátunktól jön. Az amatőr hokisokat szeretnénk olyan módon elérni, akiknek van motivációja fejlődni, de soha nem adott meg neki az a lehetőség, hogy mondjuk az alapoktól elkezdje. És Magyarországra is ezt próbáljuk behozni, hogy minél több ilyen legyen. István, Balázs bátyja, egyben a válogatott meghatározó embere úgy nyilatkozott, azokat a tapasztalatokat, amelyeket az évek során szereztek testvérével, megpróbálják elhozni Magyarországra és átadni a fiataloknak. Elsősorban az egész tábor arról szólt, hogy mindenki nagyon jól érezze magát, és ez alatt tanulják az alapokat. Tehát a koritechnika, bottechnika, és erre építettünk, nem is annyira csapatra, hanem egyénekre, egyénfejlesztéssel foglalkoztunk. A kiválóság hozzátette, öröm volt számára a gyerekekkel együtt dolgozni. A legkisebbekkel voltam, ők nagyon isszák az embernek a szavát, tehát tényleg bármit mond az ember, úgy csinálják, tehát kérhetsz tőlük bármit. De elsősorban megpróbáltuk őket segíteni, és jó gyakorlatokkal fejleszteni őket. Láttál egyébként olyan játékost, aki esetleg a jövőben a magyar válogatottnak a tagja lehet? Ekkora korban nagyon nehéz ezt megmondani, de nagyon sok ügyes fiatal van, és tényleg szerintem minden csoportban van olyan, aki nagyon technikás, és minden adottsága, tehetsége megvan ahhoz, hogy bármit elérjen, ez majd a későbbi munkaakarat kérdés lesz. Az összes résztvevő névre szóló mezt, pólót, nadrágot és sapkát kapott. Emellett a reggeli, a 10 órai, az ebéd és az uzsonna is benne volt az alapárban. Ráadásul az új, szuper, jól felszerelt győri komplexum is minden lehetőséget biztosított. Én is meglepődtem, hogy ilyen jó lett, ugye. Én akkor voltam még itt, amikor még nem volt felett a pálya, és én nagyon örülök, hogy ezt a fiatalok így megélhetik, ez a korosztály, úgyhogy nekem nagyon tetszik. A táborra jelentkezők 3 időbeli opció közül választhattak.